percig nem szabad megmozdulni. Mindig. Az első percben nem foglak félrevezetni téged. Megmozdultál, neked föl kell állni és egy fél lépést hátra lépni. Megszerettél, ott lesz. Majd fordulj ebbe az irányba, és majd ha ebben ide fordulj én felé, és így már fordulsz. Már csak 15 másodperc. Letelt az idő, győzted. Te is leülhetsz. Nézzük a második fokozatot, újból kezdve. Kezdek térkalácson. Most már megpróbálok félrevezetni téged. Úgyhogy vigyázz, kezdhetjük a játékot. Figyelem, ugye a jelszó elindult a játék, a vége a játéknak azt mondom, letelt az. Figyelem, elindult a játék. Meg sem mozzansz, hiszen a csepi játék arról szól, hogy öndül arra. Megnézel világ gyorsan. Viszont egy pici segítséget kérek. Elsőnek, aki legügyesebb, megfogja a kapucsot. Gyorsan fog meg, hava elkezdés odébb, mert kicsiként fog meg. De viszont vakarosztál. Állj föl, lépj átért. Hát erre sem most mutatunk meg. Vesztettem, úgy látszik. De jó ég, egér van a teremben. Nézzétek meg, ott egy egér hátul. Letelt az idő, győzhetek. Tapsoljuk meg egy másik. Jó, üljetek be megint. Jön a harmadik fokozat. Figyelem, a még magasabb zseni fokozat. Itt már az óvodások kiesnek, nem baj. Ez már a diákoknak van kitalálva. Egyenes a gerinc mielőtt elindítom, meg kiállítalatos mártól is. És indul a játék. Harmadik fokozat. Patrik. És a többi aranyos kisfiú. Nézzétek meg, milyen büszkék a szüleik. Nézzétek, hogy jönnek most. Nézzetek oda! Nézzék már oda! Patrik anyukát mosolyog, annyira örülnek. Nézd már meg, hogy örül. Hát szerintem anyukád el sem hisz, hogy mekkora ő fegyelmet van neked. Hogy tudsz te parancsolni? Senki nem mozza. Egyre magasabb fokozatot tudok magatoknak parancsolni. Pedig most már érzelmire próbálok fontolatos lenni. Nem is csak olyan külkösen, hogy szavakat mondom, és nem tudok győzni. Letelt az idő, győztetek! Tapsoljuk meg egymást, meg így gyerekek!